Egy hosszú COVID-19 betegséget követően Angélia sok lesújtó diagnózist kapott. A legtöbb ezekből gyógyíthatatlan. Végül otthonának egyik szobájába zárták be három légtisztítóval. Képtelen volt dolgozni, járni, vagy a legtöbb ételt megenni. Kettős látása lett, és cselekvőképtelen az agyi köd miatt. Amikor Angélia rábukkant erre a munkára, kíváncsivá vált, és többet akart megtudni. De sok tünete megnehezítette a tanulást. Szerette volna a könyvekben szereplő információkat, de nem bírt figyelni, és nem volt energiája az olvasáshoz. Ehelyett minden nap hallgatta őket apránként, és olyan ütemben fogadta be az információkat, amelyeket elbírt. Sokan az ő helyzetében egyszerűen feladták volna, behódoltak volna a csüggedésnek. Mindig lett volna egy történetük az állandó szenvedésükről, a neheztelés, a keserűség és a gyász érzéseit táplálva. Angélia azonban megőrzött egy fontos információt a hangos könyvekből. Tudta, hogy emelkedett érzelmeket kell éreznie ahhoz, hogy megváltoztassa testét és önmagát. Gondolatait és érzéseit megváltoztatta az úgynevezett kis trükkök segítségével. Amikor megfogott egy egyszerű pohár vizet, azt mondta magában, nézd ezt a pohár vizet, ez egy felajánlás az életnek, és hálát érzett az életért. Amikor a nap végén álomra hajtotta a fejét, azt mondta, nekem van a legpuhább párnám, és hálás volt azért az egyszerű vígasztalásért. Kísérletet végzett ezzel a munkával és az életével, és ő volt a tudós. Amikor kinézett az ablakon és meglátott két fát, kettős látása miatt, nevetve azt mondta: Ó, nézd azokat a fákat! Hát nem vagyok szerencsés. Kettőt látok belőlük. Ahelyett, hogy a körülményei miatt levert lett volna, áldottnak érezte magát. Angélia megértett valamit, ami lényeges ebben a munkában. Tudta, ha meg akar gyógyulni, meg kell változnia és el kell kezdenie a változást az emelkedett érzelmek gyakorlásával és fenntartásával, függetlenül attól, hogy egészségi állapota miatt egyébként hogyan érezte volna magát. Ebben a munkában megtudjuk, hogy a környezet jelzi a gént, és a környezetben szerzett tapasztalat végterméke az érzelem. Így, ha felfokozott érzelmeket érzünk, elkezdhetjük génjeinket a környezet előtt jelezni. Angélia ezt értette, és ezt gyakorolta is, nem várta a gyógyulást, hogy hálát érezzen. Úgy érvelt, hogy ha először hálát érez, akkor valóban meg tud gyógyulni. Így, amikor az év elején megérkezett a kolorádói Denveri elvonulásunkra, Angélia hálás volt. Ez az érzés elmélyült benne a hét előre haladtával. És mit tudunk a háláról? A hála a befogadás végső állapota. Más szóval, amikor kiválasztották gyógyulónak a Coherence Healing üléseinkre, Angélia felkészült az élményre, készen állt a fogadásra, és ebben az állapotban megkapta azt az energiát, amely szó szerint meggyógyította a testét. Az immunrendszer működésének fokozása emelkedett érzelmekkel. Angélia története az átalakulásról számos olyan beszámoló között szerepel, amelyeket láttunk, és amelyek alátámasztják egyik első tanulmányunkat a stresszhormonokról és az immunglobulin A-ról. Az IgA, immunglobulin A, az egyik elsődleges fehérje, amely felelős az egészséges immunműködésért. Folyamatosan küzdenek a baktériumok, vírusok és organizmusok özönével, amelyek behatolnak a test belső környezetébe, vagy már ott élnek. Amikor aktiválódik, ez az elsődleges belső védelmi rendszer az emberi szervezetben. Gyakran hivatkozunk arra, hogy az a erősebb, mint bármely influenza elleni oltás vagy emlékeztető, és ezt a szervezet természetesen termeli. Így évekkel ezelőtt az egyik korai workshopunkon megmértük a résztvevők IGA szintjét a kortizol szintjükkel együtt, mivel ezek a vegyi anyagok fordított viszonyban állnak. Más szóval amikor az egyik felmegy, a másik le. Ha a stresszhormonjai megemelkednek, az IgA szintje elnyomódik. Ez azt jelenti, hogy az immunrendszer elnyomott, ami veszélyezteti a szervezet képességét a betegségek gyógyítására vagy leküzdésére. 120 kutatási résztvevőnek adtunk egy gyakorlatot, amely ismerősen hangzik Angélia beszámolója után. Arra kértük őket, hogy gyakorolják az olyan emelkedett érzelmeket, mint a szerelem, a szeretet, az öröm, vagy a hála. A túlélési érzelmek például a félelem, harag, neheztelés vagy szenvedés helyett. Mindössze 9-10 percig, naponta háromszor, négy napon keresztül. Feltételezésünk a következő volt. Az érzelmi állapotuk emelésével csökkentik-e a kortizol szintet és növelik az IgA szintjét? Ezáltal természetesen erősítik az immunrendszerüket? A válasz határozott igen volt. Az elvonulás végén a résztvevők kortizol szintje három szórással csökkent, az IGA szintjük pedig 49,5 kal ugrott meg. Angélia évekkel későbbi beszámolója alátámasztja azt, amit korai méréseink már kimutattak. Ha gyakoroljuk az emelkedett érzelmek érzését és fenntartását, megtaníthatjuk testünket öngyógyításra, saját belső vegyszertárával. Túl sokan ismerjük Angélia történetének lehetséges alternatíváját. A felfokozott érzelmek fenntartásának alternatívája egész ébrenlétünk során. Túlságosan is jól ismerjük azt a szokást, hogy frusztráltnak, dühösnek vagy csüggetnek érezzük magunkat. És amikor így érezzük, gondolkodásunk állandó refrénje, ez soha nem fog működni. Soha nem fogok megváltozni. Nem tudom megtenni ahogyan a szeretet, az öröm és a hála emelkedett érzelmeinek megfelelő vegyi anyagok vannak, amelyek jelzik és szabályozzák génjeinket, ezek a lehangoló érzelmek táplálhatják a testet, és jelezhetik, vagy leszabályozhatják a génjeinket is. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosak legyünk azokkal az üzenetekkel kapcsolatban, amelyeket gondolatainkon, érzéseinken és tetteinken keresztül küldünk testünknek. Önmagunk megváltoztatása, a világ megváltoztatása. Ez az időszak, amikor sokan betartjuk a hála gyakorlásának és az adakozásnak hagyományait. Kéz a kézben járnak, mert amikor másoknak adunk, lehetőséget kínálunk nekik, hogy hálát érezzenek és kifejezzék azt nekünk. Ha végignézed Angélia történetét, megismerhetsz egy misztikus élményt, amely gyakran megtörténik a Coherence Healing foglalkozásainkon ahol maguk a gyógyítók gyógyulnak meg a hozzájuk visszatérő szeretet és hála által. Ez egy olyan ciklus, amely csak erősít és bővül egyre nagyobb koherencia szinttel, az emelkedett érzelmek által generált koherencia. Azok számára, akik olyan szerencsések vagyunk, hogy könnyen érezzük és fejezzük ki a hálát és a nagylelkűséget, gondoljunk egy gyakorlatok visszhangzó, Messze menő, mélyen gyógyító hatásaira. Lehet, hogy egyszerűnek és simogatónak hangzik a hálaadás időszakáról, vagy az adakozás időszakáról beszélni, de a hála és a nagylelkűség hatásai mélyrehatóak. Ha tápláljuk és fenntartjuk a hálát, és lehetőséget adunk másoknak, hogy ugyanezt tegyék, akkor sok életet érinthetünk meg, és változtathatunk meg. Meg tudjuk gyógyítani magunkat. Meggyógyíthatunk másokat. Egyszerre meg tudjuk változtatni a világot.